Az Erdőfű népi kamarazenekar lépett fel Kiskanizsán a nemzeti ünnep alkalmából. A Móri Zsigmond művelődési házban az előadás után táncházzal folytatódott az este. Az Erdőfű zenekar autentikus magyar népzenét játszik vonós hangszereken. Az együttes repertoáriába tartozik a Kárpát-medence különböző etnikumainak muzsikája is, tehát román, szlovák, zsidó, valamint cigány nótákat is hallhatnak tőlük az érdeklődők. A csapat 4 tagból áll, 8 éve alkotnak egy formációt. A zenekar nagyon büszke arra, hogy az együtt töltött idő alatt a dalaikon keresztül egy olyan közösséget is sikerült felépíteniük maguk köré, akik nem csak ismerik és szeretik a zenéjüket, hanem táncolni is tudnak rá. Augusztus 20-ára készültünk Fekete Bori vendégszereplésével, ő volt az énekesünk, egy Szent István köszöntőt, talán ez illett leginkább a mai nap hangulatához. Ezen túl pedig kalotaszegi muzsikát játszottunk több számban is, azt a zenét nagyon szeretjük, nagyon sokat jártunk ugye Kolozsvár mellé Kalotaszegre zenét gyűjteni, és vannak ott öreg muzsikus barátaink, mestereink.